Még egyszer nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Itt az a GINOP 3.1.5 szuper számítástechnikai szolgáltatások kialakítása, a hazai IKT vállalkozásoknak elnevezésű kiemelt projektnyitóval egybekötött időkapszula elhelyező ünnepségen. Külön köszöntöm dr. Solymár Károly Balást, az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkárát. Szijjártó Zoltánt, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség elnökét. És professzor dr. Bács Zoltánt, a Debreceni Egyetem kancellárját. Külön köszöntöm továbbá körünkben dr. Barcsa Lajost, Debrecen megyei jogú város alpolgármesterét. Továbbá köszöntöm az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Debreceni Egyetem, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség munkatársait, illetve a sajtó képviselőit. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium stratégiai terveiben megfogalmazottak alapján a kormány jóváhagyásával idén elindult az új nagykapacitású szuperszámítógép kiépítési program. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség égisze alatt megvalósuló korszerűsítés az évtized legnagyobb volumenű hazai informatikai fejlesztése, amelynek eredményeképpen új lendületet kap a hazai kutatásfejlesztési tevékenység. A több forrásból megvalósuló fejlesztés célja a korszerű és erős HPC, azaz High Performance Computing infrastruktúra hazai kiépítése mellett a hazai tudományos közösség és a gazdasági szféra felkészítése a jelentősen kibővített HPC infrastruktúra használatára. Kiemelt cél továbbá a HPC ismeretek bevezetése a felsőoktatási tematikába, illetve olyan kutatási és ipari projektek felkutatása és mentorálása, amelyek sikeres megvalósításához szükséges a HPC infrastruktúra. Ezek után pedig felkérném dr. Solymár Károly Balást, a projekt szakmai felügyeletét ellátó minisztérium helyettes államtitkárát, hogy fáradjon ki a pulpitushoz és tartsa meg rendezvényünk köszöntő beszédét. Tisztelt alpolgármester úr, tisztelt kancellár úr, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, megtisztelő, hogy köszönhetem Önöket az Innovációs és Technológiai Minisztérium nevében. Úgy gondolom, hogy egy ország, egy térség vagy egy intézmény versenyképességét alapvetően határozza meg, hogy mennyire nyitott a legmodernebb technológiák iránt, a legmodernebb eszközök és technológiák iránt, azt gondolom, hogy mind a kettőt nagyon fontos kiemelnünk, hiszen amire ma itt sor kerül, az nem pusztán egy eszköznek, hanem egy technológiának és egy kompetenciának a kialakítása, tulajdonképpen az alapjainak a letétele. Mai napról egy Steve Jobs idézet jut eszembe, aki 10 éve azt mondta, hogy nem mi voltunk az elsők ezen a pályán, de mi lettünk a legjobbak. Azt gondolom, hogy ez az idézet nagyon jó kifejezi azt, hogy például a szuperszámítástechnika területén mindig lesznek gyorsabb gépek, nagyobb teljesítményű gépek. De azt gondolom, hogy az igazán, ami érdekesebb ezen a területen, az nem az, hogy egy gép az gyorsabb-e vagy nagyobb-e, hanem hogy mi az, amit ki tudunk belőle hozni. És ahhoz, hogy valóban hasznosuljon egy ilyen beruházás, amit egy szuperszámítógép jelent, ahhoz mindenek előtt tudásra van szükség, egy kiépített kompetenciára, felhasználóbarát működésre. Hát, hogyha itt most leteszünk egy alapkövet, úgy is mondhatnánk, hogy alaplapot, akkor az ne csak egy vas legyen, egy gyakran vasnak hívjuk az infokommunikációban a hardvert, hanem az valóban életre tudjon kelni. És én azt gondolom, hogy a Debreceni Egyetemnek azért van óriási szerepe, mert itt már most óriási tudás és kompetencia összpontosul ahhoz, hogy ez ne csak egy vas legyen, amit mi most ki fogunk itt alakítani, hanem az valóban hasznára legyen a tudományos életnek, a kutatóknak, az egyetemistáknak, az egyetemi tanároknak, és még egy nagyon fontos szempont, amire eddig talán kevesebb hangsúly esett, hogy a magyar vállalkozásoknak. Hiszen a szuperszámítástechnika felhasználási területei közül nagyon gyakran megfogalmazzuk ezeket az alapvető területeket, hogy gyógyszerkutatás, autógyártás, ipari felhasználás. A kis- és középvállalkozásoknak a kiszolgálásában is, a versenyképességük növelésében is szerepe lehet. Én azt gondolom, hogy ez talán eddig kevésbé volt köztudott.
Ezt a fejlesztést, ezt a szuperszámítástechnikai kapacitás fejlesztést, ezt nem csak egy lehetőség, hogy most kialakítsuk, hanem tulajdonképpen egy szükségszerűség, hogy szintet lépjünk. És hogyha megnézzük, hogy most jelenleg Magyarországon ez a 0,45 petaflops kapacitás áll rendelkezésre, ez több szempontból is problémás. Elsősorban azért, mert a hazai kutatóknak külföldi erőforrások után kell fordulniuk, külföldről kell igénybe venni ezt a kapacitást. Így van ez annak ellenére, hogy egyre több nemzetközi együttműködésbe kapcsolódunk be, az EuroHPC tagjai lettünk, óriási méretű nemzetközi együttműködésben hatalmas kapacitású szuperszámítógépeken dolgozunk, de ami a legfontosabb, hogy egy nemzeti szuperszámítógépes kapacitás emellett is elengedhetetlen. Hiába dolgozunk mi óriási konzorciumokban hatalmas kapacitásokon, arra is szükségünk van, hogy itthon magyar kutatóknak, magyar egyetemistáknak, magyar KKV-knak a mi kontrollunk alatt tudjunk szuperszámítógépes kapacitást rendelkezésre bocsátani. Amit tehát vállalunk, és aminek kapcsán most ezt az alapkövet, vagy alaplapot letesszük, az az, hogy 2022-ig egy 5 petaflops kapacitású szuperszámítógépet alakítsunk ki. Ugye az előbb említettem a 0,45-öt, ez most egy 5 petaflops lesz, és nagyon fontos, hogy ez az első ütem. De a későbbiekben az a fő célunk, hogy mindenkor ott legyünk a világ legjobbjai között. Ahogy a debreceni Leo ott volt a top 500-as listán, amikor azt átadtuk, szeretnénk, hogyha folyamatosan fönnmaradnánk ezen a listán, és ráadásul előkelő helyre szeretnénk kerülni. Szeretném megköszönni végezetül mindenkinek a munkáját, aki részt vett abban, hogy ez a projekt ténylegesen elindulhat, a források rendelkezésre állnak, tulajdonképpen minden rendelkezésre áll, nyilván a munkának a java még csak most kezdődik, tehát szeretném megköszönni Debrecen városának, polgármester és alpolgármester úrnak, a Debreceni Egyetemnek, rektor, dékán és kancellár uraknak, a kifő elnökének, Szijjártó Zoltánnak, akinek azt gondolom, hogy eddig is óriási szerepük volt abban, hogy ez a projekt létrejöhetett, és még csak most kezdődik a java. Szeretnék mindenkinek a jövőben pedig gyümölcsöző kutatásokat és munkát kívánni, amely majd ennek a szuperszámítógépnek a segítségével valósulhat meg. Nagyon köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönjük helyettes államtitkár úrnak a köszöntőt. Felkérem a projekt megvalósításáért felelős kormányzati informatikai fejlesztési ügynökség elnökét, Szijjártó Zoltán urat beszéde megtartására. Tisztelt államtitkár úr, kancellár úr, alpolgármester úr, a Debreceni Egyetem és a kifű kollégái, akik itt ülnek közöttünk, és külön köszöntöm a sajtó képviselőit. Ugye ez az esemény egyben egy EU-s társfinanszírozású projektnek a sajtó nyilvános eseménye is. Amikor készültem a mai eseményre, akkor feltettem magamnak néhány kérdést, és természetesen egyből meg is válaszoltam. Azokat a kérdéseket próbáltam feltenni, amit hogyha a másik oldalon ülnék, akkor én várhatóan a felszólalónak feltenném. Az egyik az alapvető kérdés, hogy hol is tart most ez a projekt. Túl vagyunk már az előkészítésen, az előkészítés eredményeit már a tervezésnél, a részletes tervezésnél felhasználtunk, és jelenleg a megvalósítási szakaszban tartunk. Természetesen kérdés lehet az, hogy és mikor fog befejeződni. A legvégső dátum az 2021. december 31, de szeretnénk már sokkal hamarabb, és mindent megteszünk annak érdekébe, hogy minél hamarabb készüljön el, vagy valósuljon meg a projekt végeredménye. Államtitkár úr már elmondta, hogy igazából mi a cél. Ugye nagyon fontos azt tisztázni, hogy két célrendszer van. Az egyik az a projektnek a közvetlen célja, és a közvetlen célban szerepel az egyik ilyen, hogy a jelenlegi HPC kapacitásnak a kiváltása egy körülbelül egy nagyságrendele, 10-szer nagyobb kapacitású infrastruktúra létrehozása, és egy olyan általános célú
szuperszámítástechnikai eszköznek a megalkotása, ami nem csak a numerikus, hanem a képfelismerő rendszerekre, a mesterséges intelligenciát és a big data, elnézést az angol kifejezésre, a big data típusú problémák megoldására is alkalmas. Ez a projektnek a célja. De a végeredménynek, ami elkészül, az egyértelműen gazdasági üzenete van. Azt kell elérnünk, hogy a gazdasági növekedés gyorsuljon, már rövid középtávon, ennek a digitális technológiának a felhasználásával. Persze fel lehet tenni a kérdést, hogy akkor ez csak egy infrastruktúra projekt. Nem hidegfémet és villogó ledeket fog létrehozni, hanem emellett a projektnek nagyon fontos része az a HPC kompetencia központ, ami már nem csak egy szűkebb körben, hanem azt szeretnénk elérni, hogy ebben nagyon sokan kapcsolódjanak bele. Mindenképpen piaci gazdasági szereplők, hogy tudják, ismerjék és tudják hasznosítani ezt a lehetőséget, és fordítsák a saját gazdasági tevékenységük jobbítására, gyorsítására, ha úgy tetszik, a bevételek növekedésére. Természetesen ehhez képzés kell, ismereteknek az átadása, és itt nagyon számítunk a felsőoktatási rendszerre, hogy ők a saját oktatásukba beépítik ezt. Ezt nagyon szeretnénk támogatni, részt venni benne. Annak érdekében, hogy a végző, különböző szakemberek a saját területükön már konkrét technológiaként, úgy, mint egy Microsoft Office, tudnának használni. És természetesen célunk az, hogy a nemzetközi tapasztalatokat hazahozzuk, honosítsuk, és fordítsuk a saját gazdaságunk növekedésére. Ez a tevékenység, amellett, hogy természetesen kötelező mutatvány az infrastruktúra létrehozása, ez az, amit a HPC kompetencia központnak el kell végeznie. Aztán felmerül a kérdés, hogy miért pont Debrecen, és miért pont a Debreceni Egyetem? Az egyik kézenfekvő kérdés, ami itt van mögöttünk, a jó öreg Leo, bent van a gépteremben, nagyon jó alapot nyújt ehhez, hiszen a Debreceni Egyetemnek van tapasztalata ebben való együttműködésben. Minden környezeti feltétel egy gyors projekt lefolytatásához alkalmas, mert az infrastruktúrális feltételek, amit részben Debrecen városa és azon belül a Debreceni Egyetem biztosít, az rendelkezésre áll. Gépterem, megfelelő nagy kapacitású áramellátottság, megfelelő adatátviteli sávszélesség. De ez még mind kevés lenne ahhoz, hogy egy sikeres projektet meg tudjunk csinálni, sikeres és gyorsan végrehajtott projektet. Ez az kellett, hogy a Debreceni Egyetemmel régóta nagyon jó kapcsolatunk van. Mindig tudtunk együttműködni, mindig tudtuk egymás érdekeit figyelembe véve egy win-win pozíciót kialakítani, és megértettük a másiknak a problémáját, és megpróbáltuk azt közösen megoldani. Természetesen most is készültünk újabb kérésekkel, és hogyha lehetőség van, akkor a mostani esemény után egy szűkebb körben ezeket a kérdéseket el is mondanánk, hogy próbáljuk közösen megoldani. Körülbelül ezeket a kérdéseket tettem föl magamnak, és ezekre próbáltam válaszolni, de a legfontosabb kimaradt. Ugye beszéltünk beszerzésről, projektről, tesztelésről, üzembe helyezésről, de a legfontosabb a név. Még nincs neve az új, még nem kialakított infrastruktúrának, rendszernek, és a Nomen est Omen, tehát kellene egy nevet adni, de erre, ha jól tudom, a program végén ennél részletesebb információ is el fog hangzani. És egy konkrét példa, ugye mindennapjainkat körülveszi a járványhelyzet, a COVID-19, és pont a napokban volt egy olyan előadást sikerült meghallgatnom, ahol egyértelműen bejelentették, kiszámolták, és ezt bemutatták, hogy világszerte körülbelül a jelenlegi HPC kapacitásunknak a 2000-szeresét használják fel a vírus megismerésére, hatásmechanizmusának a vizsgálatára, illetve az ellenszerének a kidolgozására.
És ha már itt vagyunk, akkor még egy kis reklám. Ha valaki ennél mélyebben, esetleg technikai részletekre kíváncsi, jövő héten lesz az Infotér konferencia. A Kifű ezen egy panelbeszélgetést, egy Kifütér nevezetű panelbeszélgetést fog tartani. Kérem, akinek van lehetősége, hallgassa meg. Kifejezetten izgalmas témák kerülnek, és nem technikai részletek, nem a bitekbe menő részletek, hanem azt meg lehet abból érteni, hogy mi is, miért is más ez az infrastruktúra, mint a sok-sok számítógép egymás mellett. Köszönöm szépen. Köszönjük elnök úrnak, és azután felkérem professzor dr. Bács Zoltánt, a HPC fejlesztésnek otthont adó Debreceni Egyetem kancellárját beszédének megtartására. Tisztelt államtitkár úr, elnök úr, alpolgármester úr, rektor helyettes úr, dékán urak is kedves megjelentek. Az előttem lévő felszólalásokban elhangzott már, hogy a Debreceni Egyetemnek a kezdetekig visszamenő szerepe van a magyar szuperszámítástechnikában. Így azt mondhatjuk, hogy már évtizedes is meghaladó múltra tekint vissza ez a tevékenység és ez a kapcsolat, hiszen ezen a kampuszon nem csak a jó öreg Leo, hanem az azt megelőző kezdeti szuperszámítástechnika is helyet kapott. És a Debreceni Egyetem akkori vezetése és kutatói felismerték, hogy nem szabad kimaradni ebből a fejlesztésből, és az egyetemnek saját erőfeszítéseket is kell tenni már a kezdetek kezdetén, hogy ebbe részt vehessen, hiszen elsősorban a kísérletes tudományterületeken jelentős szerepet játszik a szuperszámítástechnika. Olyan folyamatokat lehet elvégezni, modellezni, mint ahogy elhangzott a víruskutatásban is, ami olcsóbbá, gyorsabbá teszi a folyamatokat, és hát hol máshol, ha nem egy egyetemen foglalkozzanak ezzel, hiszen itt rengeteg tudós és kísérletező ember van, nem csak a Debrecen Egyetemen, hanem az ország és a világ más egyetemein is. Tehát ők azok, akik elsősorban fel tudják használni a kutatási területeken, és hát nyilvánvalóan a vállalatok is fel tudják használni a saját érdekükben ezeket a technikákat, technológiákat. Az is elhangzott, hogy a Debrecen Egyetem a Leót megelőzően hozott egy olyan döntést, aminek kapcsán kialakult az az infrastruktúra, amiben akkor be lehetett rakni 2015-ben az akkor a világ 500 legnagyobb szuperszámítástechnikai infrastruktúrájának egyikét jelentő Leót. De ez az épület már akkor úgy készült el, hogy nagyobb kapacitást is képes legyen majdan befogadni. És nyilván amellett, hogy évtizedes, nagyon jó együttműködésünk van a kormányzati informatikai ügynökséggel és jogelődjeivel, amellett nagyon fontos feltétel volt most ebben a gondolkodásban, és ugye talán egy évvel ezelőtt kezdtünk el arról beszélgetni, hogy hol lehet az országban ez a következő fejlesztés, és hát bizony, annak okán, hogy itt rendelkezésre áll a megfelelő áramkapacitás, rendelkezésre áll az az épület, amit kubatúrájában nem, de kiszolgáló létesítményeiben egy kicsit kell bővíteni, predesztinálta Debrecent, a Debreceni Egyetemet arra, hogy itt egy gyors projektet le lehessen bonyolítani, és ez az előrelátás, ami 6 évvel ezelőtt az egyetem vezetésében volt, és az egyetem saját forrásából vállalta ennek az épületnek a megépítését, és a majdani lehetőségekhez való csatlakozást azt eredményezte, hogy ma is itt állhatunk, itt ülhetünk, és a Debreceni Egyetemnek továbbra is jelentős szerepe van a magyar, és reméljük, hogy a nemzetközi szuperszámítástechnika működtetésében, működésében, és hát nem csak infrastruktúra van, hanem mindenképpen meg kell említeni azt, hogy itt kompetencia is van, és a kollégák között itt ül Gáz Zoltán kollégánk, aki a szuperszámítógép központ vezetője, ami egy központi egység, de az informatikai karról sem szabad megfeledkezni, ahol ezzel foglalkoznak, és hát azokról a karokról se, ahol felhasználóként alkalmazzák, használják ezt a technikát, a
természettudományi és az orvostudományi kutatásokban, műszaki kutatásokban és az ország más részein is. Úgyhogy összességében én örömömet szeretném kifejezni, hogy a Debrecen Egyetem ebben partner lehet, és azt tudjuk ígérni, hogy ahogy eddig is, a jövőben is valóban partnerként fogunk együttműködni, és amire elnök úr utalt, a időközben felmerülő megoldandó kérdéseket közösen megpróbáljuk megoldani. Úgyhogy ez egy kis épület nagy jelentőséggel, nagyon nagy jelentőséggel, és hát kíváncsian várjuk a nevet majd, hogy mi lesz majd a javaslat. Köszönjük szépen! Köszönjük kancellár úr szavait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szokás, hogy egy ilyen jeles esemény alkalmával időkapszulát helyezzünk el, így küldve üzenetet a jövőbe. Így teszünk most mi is, hiszen a HPC fejlesztés elindulásával egy olyan szakmai munka veszi kezdetét, amely kihatással lesz a következő évtizedek informatikai adottságaira. Felkérem dr. Solymár Károly Balást, Szijjártó Zoltán és professzor dr. Bács Zoltánt, hogy helyezzék el a HPC időkapszulát. Kérem a tisztelt vendégeket, hogy a kapszula elhelyezését ülve kövessék figyelemmel, kivéve akik elhelyezik a kapszulát. Én pedig addig elmondom, hogy a HPC időkapszulába jelenkorunk informatikai... és alpolgármester urat is megkérnénk, hogy vegyen részt az időkapszula elhelyezésén. Ebben az időkapszulában a jelenkorunk informatikai eszközei közül helyezünk el párat, így egy menedzser kalkulátort, egy processzort, valamint három pendrive-ot, rajtuk helyettes államtitkár úr, elnök úr és kancellár úr egy-egy üzenetével. A tartályba a Debreceni Egyetem egy aktuális kiadványa is helyet kapott, mint a Gutenberg Galaxis képviselője. Hölgyeim és Uraim, mielőtt rendezvényünk véget ér, szeretném felhívni figyelmüket, amit már többen említettek, a KIFÜ szuperszámítógép névadó kampányára. Az elmúlt napokban több lehetséges név közül kiválasztásra kerültek a legjobbak, legtalálóbbak, és ezek közül bárki regisztráció nélkül leadhatja szavazatát. Magyarország új szuperszámítógépének neve a legtöbb szavazatot kapott névjavaslat lesz. Szavazni a hpc.kifu.hu/névadó oldalon, tehát hpc.kifu.hu/névadó oldalon lehet egészen október 31-ig, és biztatom önöket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. A sajtó képviselőinek egy kis információ, hogy vágóképek készítésére természetesen lesz lehetőség majd bent az épületben. Hölgyeim és Uraim, én pedig köszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték a HPC ünnepi nyitó rendezvényét. Köszönjük, hogy itt voltak.